köszöntelek benneteket ezen a héten is. Az eddigi videókban foglalkoztunk a closed gárddal, foglalkoztunk a half gárddal. Ma egy kicsit haladóbb gárddal, az open gárdok világával kezdünk el foglalkozni. Az open gárd ugye azt jelenti, hogy kinyitjuk a lábunkat. Ezek azért haladóbb gárdok, mert ha kinyitjuk a lábunkat, akkor veszélyeztetjük azt, hogy könnyebben megkerülnek minket, viszont, mivel jobban tudjuk használni a lábainkat, egy csomó új lehetőség is megnyílik előttünk. Nézzük meg a mai technikáinkat. Ma három forgatást fogunk megnézni, három sweepet, azaz három söprést. A closed guard az alap. Mindig minden indul, ez az első guard, amivel meg kell ismerkedni. Innen az open guard egy azon változatával ismerkedünk meg, amit spider guardnak hívunk. Megfogjuk a másiknak a két kabátulját. A térdünket összeszorítjuk, elfordulunk az oldalunkra, és belépünk ide a csípőjére, majd átfordulunk a másik oldalra, és ugyanezt a mozdulatot megcsináljuk. Ahogy megyek hátra, szépen fölépek az ő két könyökhajlatába, és ő megfogta a nadrágomat. Ezt a pozíciót hívjuk spider guardnak. Itt az első forgatás, amit csinálni fogunk, ez a kite sweep. Kite, mint papírsárkány. Innen szépen jövök, lelépek a karjára, és lebontom ezt a fogást, és a vállamat ide teszem a térdéhez. A lábammal elkezdek fölfelé rúgni, miközben hátra fordulok, és megfordulok, megfordulok szépen mount pozícióba. Nézzük meg egy egyszer. Itt vagyunk próbában, megfogjuk a másiknak a két kabátulját. Térd összeszorít, fordulok az oldalra. Egyik tér, másik tér megyek hátra, képek fel a bicepszére. Ahogy ez megvan, az ellenfelem még a térdén marad, lebontom a fogást, és ide jövök az ő térdéhez. Elkezdek fölfele taposni, majd fordulok hátra, és fölkönnyek oda. Ahogy ez megvan, megyek a mount pozícióba, és jövök. És ha az ellenfelünk föláll, akkor lehetőséget kapunk arra, hogy jól megröptessük. Ugyan az a mozdulat, vegyük hátra, itt ő elkezd felállni. Ahogy felállt, innen szépen mind a két fogás nekem bontsuk a nadrágunkra. Egy, majd fölépünk a csípőjére, kettő, és itt vegyünk a csípőjén. A lábunkkal elkezdjük tolni, a karunkkal elkezdjük húzni, tehát szépen beugrunk alá. Ahogy az én csípőm az ő csípője alatt van, ki tudom őt emelni, majd a kezét elviszem, átfordítom, és megérkezek. Két kabátúj. Egyik tér, másik tér megyek hátra, az ellenfelünk elkezdjük volálni, felépítettük a spider guardot. Bontom a fogást, csípő, bontom a fogást, csípő, elkezdem tolni, beugrok alá, szépen felemelem, és hogy ne tudja letenni a kezét, elviszem, megforgatom őt, és jövök föl mount pozícióba. A harmadik technika már. Az ellenfelünk ugyanúgy fel fog állni. Megvan a két kabátúj. Kinyitom a lábam, a térdem összeszorítva. Egy, kettő, megyek hátra, akkor át az ellenfelünk. Innen ugyanúgy megyünk a talpunkkal a csípőre. Egy, kettő. Ahogy ez meg volt, keresztbe átadom az ő gyét a kezembe, és elnyúlok ide a bokájáért. Ahogy ez meg volt, kifeszítem, majd ezzel a lábammal ide lépek a másik talpam fölé, és leteszem ezt a lábam a szőnyegbe. Ahogy elkezdem őt tolni hátra, a szabad lábammal, kiütöm a lábát, majd jövök föl, és innen kezdem el megkerülni az ő gárdját. Nézzük meg ezt még egyszer. Kisebbek, akár hölgyek, és le fognak győzni titeket. Ezen mindenki átment. Én is átmentem ezen, a Sanya is átment ezen,
mindenki átmegy ezen, aki elkezd a jitsuval foglalkozni. Ez éppen ennek a sportnak a szépsége, hogy egy kisebb, de képzettebb ellenfél jól meg fog állni idegen. Sajnos ez alól nincs kibúvó. Ezt fogadjátok el, és hogyha ezt elfogadjátok, akkor utána könnyebben fogtok tanulni. Találkozunk a jövő héten, addig is jó gyakorlást, sziasztok!